Szombathely kedves nézőit nagy szeretettel köszöntöm. Én azt gondolom érdekes lesz a mai, hát olyan 4-5 témát érintünk, majd csupa aktualitás. Úgyhogy ha tehetik, akkor maradjanak velünk. Kezdeném, ahogy szoktuk, a mai meglepetés vendégünkkel, dr. Kecskés László István főorvos úr, a Markusovszky Kórház főorvosa. Jó estét, főorvos úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, tisztelettel szeretném köszönteni én is Szombathely megyei jogú város minden polgárát, és köszönöm a meghívást. És hát állandó vendégeink Koszka Tibor, a Média Központ, a Szombathely Média Központ ügyvezető igazgatója, köszönöm, hogy itt vagy velünk, és Orván Zoltán, újságíró kolléga, jó estét Zoli, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. Főorvos úr kedvéért mondom, hogy mindig egy olyan témával indulunk, ami egyrészt tényleg nagyon aktuális, másrészt pedig nagyon erősen kötődik meghívott vendégünkhöz. Ez nem más, mint az egészségnapok, ami, hiszen tudjuk, Szombathelyen nem is egészségnapok, hanem egészséghónap vagy fél év, ősszel zárul majd valamikor a dolog. De talán a lényegesebb ebben az, hogy nem csak egy-egy napról beszélünk, hanem közben iktatódik a Semmelweis nap, amely az önök igazi nagy ünnepe, amikor díjakat adnak át, és amikor egy picit talán jobban odafigyel önökre a világ. Mi a véleménye az idei rendezvényről? Én azt hiszem, hogy abban a tekintetben nem lógott ki a sorból, hogy most már sok éve rendezi meg a város ezt a hosszúra nyúlt és nagyon tartalmas programot, aminek valóban az elején van az igazi csattanója, ezek a múlt héten voltak a legfontosabb események. Számomra orvosként, aki elsősorban a már bekövetkezett betegségek gyógyításával foglalkozom, rendkívül fontosnak tűnik a szemlélete az egészségnapoknak, ami a megelőzésre koncentrál. Ugye sokkal jobb lenne a betegséget megelőzni és nem gyógyítani. Úgy gondolom egészségnevelési szempontból, életmód javítási szempontból különösen értékesek ezek a rendezvények. Azt hiszem az idei helyszín, az arborétum, ez nagyon jól reprezentálja ezt a szemléletet. Ki a szabadba, egészségesen étkezzünk, mozogjunk. Nem kell feltétlenül kondicionáló teremben járni ahhoz, hogy valaki áldozzon az egészségére. Elegendő, ha naponta fél egy órát csak sétál valaki. Ha este 7 óra után nem áll neki a rakott krumplinak és a, nem tudom, a sült oldalasnak fokhagymával, és utána még 10-kor a tévé előtt nasol hozzá egy kis valami sós mogyorót, az biztos nem tesz jót az egészségének. Ha egy picit figyelünk arra, hogy ne vigyünk be sok szénhidrátot, mert előbb-utóbb idősebb korban lehetünk cukorbetegek is, érbetegek. Azt gondolom, hogy ez rendkívül fontosnak tartom ezt a megelőző szemléletét ezeknek az egészségnapoknak. Hogy látjátok ti, kollégák, ezt a kérdéskört? Én azt gondolom, bocsánat, bevezetésként talán mondhatom azt, amit el is mondott főorvos úr, ezeken a programokon mi azért, amit tudunk, megteszünk, tehát mondjuk a média ott van mindig, nekünk van egy külön magazinunk is erről, majd gondolom, hogy főorvos úrral még említünk egy szó, de azt gondolom, hogy fontos, hogy a média erősítse meg ezt a szándékot, ezt a prevenciós munkát. Nagyon fontos, és még fontosabb, hogyha azok, akiket mondjuk a médiából ismernek, mondjuk benneteket és mondjuk magamat is beleértve, ezeken a rendezvényeken részt veszünk, aktívan ott vagyunk, futunk, kocogunk mi is. Most még nem beszéltünk erről, de lesz a Sárkányhajó Fesztivál Szombathelyen a Csónakkázótavon augusztus közepén. Szeretném, hogyha a Szombathelyi Média Központnak, a televíziónak lenne egy csapata, úgyhogy erre készüljünk. Tehát ezt nagyon... Gyúrhatunk. 12 főből? Szerintem nagyon fontos, hogy ezeken részt vegyünk, és mi magunk egyébként a személyes példamutatással is tegyünk és használjunk az egész a megelőzésben, úgyhogy magunk is kerékpározunk, futunk és egészségesen étkezünk. Most pedig Sarolta a tájfutó világbajnokunk, aki egyébként egy jó 30 évvel ezelőtt még a válogatott edzőm is volt, ő szokta mondani mindig, és az ő mondása, hogy a láb mindig kéznél van. Tehát olyan nincs, hogy nincs lehetőségem a mozgásra, vagy hogy sokba kerül adott esetben. A doktor úr mondta a sétálást. Kedvenc sportágunk, ha már feleségemmel, ha nem tudunk futni, vagy kerékpározni, vagy nincs rá módunk, hogy azt mondjuk, hogy sietünk. Az azt jelenti, hogy 30 percig egy irányba sietünk, mintha ott valami nagyon dolgunk lenne, meg 36 haza. 60 perc kemény gyaloglás, akár 6 kilométert lehet gyalogolni,
és már tettünk valamit az egészségünkért. Nem utolsó soron kiszelőztettük a fejünket. Hadd mondjak még, bocsánat, valamit persze hozzá, hogy ugye én a kórházban dolgozom sebészként, és annak idején, mikor lassan már 30 éve ide kerültem, akkor kaptam egy lift kulcsot. Most se tudom, hogy hol van, mert hogy sose használtam. Én sportból nem használom a liftet, én lépcsőzöm, méghozzá élvezettel. És doktor úr, teniszezik is, úgy tudom. Hát én heti rendszerességgel teniszezem, amit azért tartok fontosnak, mert a munkám az néha hosszú órákra beszorít egy 20x20 centis területre, ahol egy hosszabb vagy több hosszabb műtétet kell végigállnom. Utána viszont le kell üljek a komputer elé, és ott a munkámat végezni, vagy éppen előadást, cikkeket írni. És ahhoz, hogy az ember megőrizze az egyensúlyi helyzetét, ahhoz mindenképpen mozogni kell. Ez az egyik cél, vagy az egyik eszköz ebben a tenisz, ami kifejezetten szórakoztat, és sokat szeretek futni vele. A másik pedig, hát otthon Olatban egy kiskertes házban lakom, és ott a kertben, ahogy a feleségem szokta mondani, molyolok, ott veszek, amit ugyancsak nagy élvezettel végzek, és az valahol helyreállítja a lelki egyensúlyomat, ez a tevékenység. Zoli, te úgy látod, a tömegsport tekintetében többet tesznek az emberek, mint mondjuk egy-két évvel ezelőtt a sportműsorok, a tudósítások, amikor készíted, azért tömegek mozdulnak jobban meg most, mint egy-két évvel ezelőtt. Szerintem igen, és ehhez hozzájárulnak azok a létesítmények, amelyek az utóbbi pár évben épültek. Gondolok most itt elsősorban arra a fitness parkra, ami ott van a Csónakázótó partján, parádés, bármikor arra megyünk, teli van. Parkerdő. Pályákon nem igen lehet helyet kapni, annyian vannak. De hogyha már tényleg a megelőzésről volt szó, ugye a haladás hamarosan elkezdődő beruházás, ugye az új sportkomplexum, ami szerintem vastagon hozzá fog járulni ahhoz, hogy többeknek legyen sportolási lehetősége. Nem csak a versenysportban résztvevőknek, hanem a szabadidős sporttevékenységekben résztvevőknek. De mint mondtam, nem feltétlenül létesítménykérdés. Kedden születésnapomon késő délután, sőt kora este, amikor a munkából már hazafelé tartottam, a parkerdő felé kanyarodtam, az autómban mindig ott van a futószerkom, és most ha hiszitek, ha nem, legalább 20-30 autó állt a bejáratnál, tehát nem tudtam leparkolni a tornapálya a parkerdő bejáratához, hanem jó, nem egy nagy dolog, de 50 méterre onnan tudtam megállni, de azokból az autóból, mint futók szálltak ki, tehát futók szálltak be. És amíg ott voltam, 8-ig, fél 9-ig folyamatos volt a forgalom. Én azt gondolom, hogy az infrastruktúra fejlesztése ezért fontos, mert a parkerdőben, amióta szépen rendezett, ugye a fogadó terület már eleve, szívesebben mennek ki az emberek, de ugyanez tapasztalható a kórházban is, azt gondolom. Zoli most itt említett egy nagy beruházást, egy komoly nagy szombathelyi beruházást a sport területén. A kórházban ennél egy nagyobb összegű fejlesztés zajlik most éppen. Ez egy óriási léptékű beruházás, és biztos, hogy nagyon meg fogja változtatni a betegeknek a kórházi elhelyezését, az egészségügyhöz való korszerű körülmények közötti hozzáférését. Meg kell mondjam, hogy ez a belgyógyászati osztályokat érinti elsősorban. Mi sebészek maradunk a régebbi épületben, de erőteljesen reménykedünk, hogy a mi körülményeinket is majd a lehetőségeken belül fel lehet zárkóztatni ez a valóban 21. századi körülményhez, ami az új épületben várni fogja a betegeket. Ez egy érdekes dolog, hiszen itt 12 milliárdos beruházásról van szó, és azt gondolom, hogy ez valamilyen szempontból a városmarketinget is segíti, nem? Hiszen elterjed a hír annak, hogy Szombathelyen egy 21. századi, valóban modern belgyógyászati tömb épült fel, és azonosítják a kórházzal. Tehát ahol van egy ilyen tömb, talán úgy lehet gondolni, hogy minden más területen rendben van minden és minőségi. A várost a kórházzal, a kórházat a várossal. Szerte az országban nagyon sokat utazom én is. Ha egészségügyi és Szombathely szóba kerül, komolyan úgy tekintenek a Markusovszki kórházra, hogy Szombathelyen egy igenis jó kórház működik. És az nagyon fontos, most bocsánat, hogy a főorvosúra nézek, de hogy országosan elismert szaktekintélyek vezetik itt az osztályokat, mint például hát, főorvosúra. Sokan vannak szerencsére rajtam kívül, akik tényleg kitűnő szakemberek, és a Markusovszki kórház mindig egyetemi rangú szakemberekkel rendelkezett, ami azért is fontos, mert látni és tudni kell, hogy óriási versenyhelyzet van ma már az egészségügy területén is. Hogy tetszik-e nekünk vagy nem, de piacosodik az egészségügy, ugye a beszerzések, mint a betegek úgy idézőjelben megszerzése tekintetében, és azért Győr, Veszprém, vagy csak közelebb megyek Sopron,
óriási lépéseket tett, ugyancsak az egészségügyi korszerűsítése tekintetében. Tehát nekünk ezt a versenyt állni kell, részben épülettel, de legalább olyan fontosnak tartom, hogy szakemberrel, műszerrel hasonlóképpen. És nyilvánvaló, hogy majd kell egy egészségmarketing is, hiszen azért kifelé is dolgoznunk kell, egészen pontosan, akár külföld felé is, hogy itt Szombathelyen egy nagyszerű körülmény van. Mondjuk Kínáig nem menjünk el, bár tudom, hogy főorvosú járt Kínában, ott milyen az egészségügy, mi jellemzi? Hát különböző színvonalú, ezt kell mondjam. Én Shanghaiban és Pekingben is jártam, egészségügyi egyetemi kórházban, klinikán és kórházban. A kórházi körülmények nagyon nem különböztek az itthoniaktól, ellenben ha benézett az ember a műszerek közé, akkor ugye az ilyen szemeszája elállt. Úgyhogy csodálatosan felszerelt műszerezettség van. A többivel meg most igyekeznek ezerrel utána menni az európai korszerű színvonalnak, de technikai tekintetben nincs elmaradásuk, sőt, sok tekintetben helyenként még Európa előtt is járnak. Mi ugyanezt tapasztaltuk egyébként a hét első felében, mert kínai televíziósok jártak a stúdiónkban, és szerintem kollégám ezért is hoztam. Akartam célozni, így van. Ugyanezt tapasztaltuk. Sajnos még nem jártunk náluk a stúdióban, de láttuk azt az üvegpalotát, ahol készítik a műsoraikat. 8 műholdas csatornán, ez a Guangxi televízió, 8 műholdas csatornán, 3 földrészen 800 millió ember tud elérni. A 8 csatornából az egyik a városi televíziójuk, ami 6-8 millió embert ér el. Tehát amikor, 6-8 millió. Igen, amikor először fölmerült az a lehetőség, hogy barátkozzunk egymással, én mondtam, hogy ide jöhetnek, de nem vagyunk egy súlycsoportban, ott 1500-an dolgoznak, itt 25-en dolgozunk. Mi örülünk a 2 óra napi élőműsornak, amit össze tudunk rakni, igaz, hogy még az újságot, meg a portált is megcsináljuk, ott viszont 1500 ember dolgozik, és ugyanazt tapasztaltam egyébként, amit a doktor úr az imént mondott, remek jó technikájuk van, láttuk a felvételeket a stúdiójukról és a vezérlőjükről is, ugyanakkor meg én úgy vettem észre, és ők is ezt mondták, rengeteget tanultak tőlünk itt, abban a pár órában, amíg itt velünk voltak munkaszervezésben, beosztásban, tehát mosolyogtak. Hogy ennyien hogyan? Kérdezték, hogy de akkor kiállítja be itt a lámpákat. Hát mondom, a műszaki vezető, az a műszaki vezető, aki reggel egyébként operatőr volt a stáb mellett, délután pedig vágni fog, este pedig az adást fogja a vezérlőből irányítani. Hát azt láttam én is, hogy ez Kínában először is nincs munkanélküliség. Ennek sok oka van, az egyik az, hogy hatalmas hadsereg működik, rendvédelmi szervek, mindenütt valaki figyeli, vagy ellenőrzi, vagy segíti vagy az embert. De hát talán a példa profán, de jellemző, hogy a toalettek, a különböző toalettekben reggel, délbe, este és éjszaka is, éjjel-nappal 2-3 ember van, asszony, aki takarítja, tehát mindig megtalálnak, ha egy vendéglőben bemegy az ember, ott legalább 3-an irányítják az asztalhoz, tehát megoldják ezt a problémát. Mi magyarok a szegénységünket viszont az innovációs szellemünkkel próbáljuk pótolni, úgyhogy mi magunk is itt Szombathelyen több olyan innovatív új technikát vezettünk be a korábbiakban, amikor műszer szegénység volt, ami azóta már másot is mondták, hogy így is lehet csinálni, és sokkal olcsóbban és célszerűbben. Azt a magyar emberre amúgy is jellemző a találékonyság és a szegénység, az néha termékeny is tud lenni ebben az a tekintetben. Köszönöm szépen. Az országunk részéről érződik egyfajta nyitás a Távol-Kelet felé több tekintetben is, hiszen megjelentek gyakorlatilag a kínai vállalkozások hazánkban. Nyilvánvaló, hogy ez még bővülni fog. Ugye nekünk most van egy testvér televíziónk. Nem tudom, Zoli, te találkoztál-e kínai kollégákkal, és mi a véleményed? Nagyon szervezetten teszik azt, amit tesznek, hiszen jó előre igazgatónál már vendégként itt voltak, mindent lecsekkoltak, mindennek utána néztek, szóval azt gondolom, hogy érdekes az, amit ők tesznek, és tan követendő is. Egyértelmű, akár is nézzük, jelenleg a világgazdaságnak a motorja az Kína.
akárhogy is nézzük, hihetetlen, hogy micsoda fejlődést tapasztalható náluk. Én most kapásban, ami nekem eszembe jut, a Peking olimpia. Tehát ott semmi perc alatt nőttek ki a földből a létesítmények, és nem az volt mondjuk, mint a brazíliai VB előtt, hogy pár nappal a világbajnokság kezdete előtt még arról beszéltünk, hogy a fele nincsen kész a stadionoknak. Kínaiaknál minden bőven készen volt, mondjuk annyi ember vált, hogy hallottam, van olyan építőipari cég, ahol mi 150 ezer dolgozót foglalkoztat, csak egy kisebb vállalkozás. Szóval hihetetlen, ami ott van, és ez egyértelműen a mi tévénknek is a hasznára válik, hogy egy ilyen együttműködésben részt vehet. Meg Szombathely hasznára is, hiszen azért a kínai televíziós hét az nem csak arról szólt, hogy tartottunk egy nagy rendezvényt, és meglátogattak bennünket, hanem arról is, hogy a múlt héten és ezen a héten is, a jövőben is rendszeresen láthatnak a Szombathely televízió nézői Kínáról kis rövid filmeket, amiben bemutatkozik Guangxi tartomány, illetve Kína. De ezzel együtt Szombathely is bemutatkozik a kínai televízióban, tehát adott esetben a Szombathelyről szóló filmek, tudósítások, akár egy karneváli tudósítás, vagy például az imént említett Sárkányhajó fesztiválos beszámoló, ez akár a kínai televízióban is majd látható lesz. Egyébként a bemutatkozó filmünket megtekintették itt a vendégek, abba bevágtunk egy snittet a Sárkányhajó fesztiválról, ami már tavaly és tavaly előtt is volt Szombathelyen, na akkor fölhördültek. Igen, ez nálunk is megvan. Milyenek ők? Hát járt még ki. Egy dolgot mindenképpen el kellene mondani. Szoktuk néha mondani, hogy itt mi magyarok egy picikét olyan idegen test vagyunk Európában, mert se nem vagyunk indogermánok, se nem vagyunk szlávok, néha ennek azért hátrányát is élveztük, hadd ne célozzak itt most történelmi eseményekre. Viszont érdekes módon a kínaiak nagyon barátságosan kezelnek bennünket, sőt, talán kicsit meglepő, vagy nem meglepő módon szinte testvér népnek tekintenek bennünket. Valószínűleg a Kínának és a kínai embernek más a viszony a Batukánnal, mint nekünk. Valóban van közös történelmi szál, de ők valamilyen tekintetben mégiscsak ilyen testvér népként tekintenek ránk. Kedvesek, végtelen barátságosak, együttműködőek, és azt hiszem, hogy kitűnő partnerek. Nagyon fontos, hogy a bizalmukat el kell tudni nyerni, és azt nem szabad eljátszani. Köszöntő beszédemben én nem csak a különbségeket emeltem ki, a két televízió méretbeli különbséget emeltem ki, hanem párhuzamokat is vontam, és ezek között a feltalálás, vagy például az, hogy a világ bármely pontjára utazunk, magyarral, kínaival találkozunk, tehát ez a felfedező vágy is közös lehet bennünk talán, de nagyon sok világhírű találmányt ajándékoztak az emberiségnek, a kínaiak is, de a magyarok is, és úgy tudom a doktor úréknak itt a Szombathely Markusi kórházban is vannak olyan fejlesztéseik, az előbb már említette, lehet, hogy a szegénység vagy a szegénység visz rá bennünket? A szegénység volt, mikor nem volt elegendő úgynevezett tüdővarógépünk és egy bizonyos műtéthez, amihez szükség lett volna. Kitaláltunk egy ilyen módszert, hogy fel egy idő alatt tizedek költséggel és legalább olyan hatékonyan, hadd ne menjek bele, de el lehet végezni a tüdőből mintavételt. És ma már ebben a tekintetben meg kell mondjam, hogy jobban állunk műszerekben is, és talán ennek is hála, új műtéti módszert is be tudtunk vezetni Szombathelyen. Szeretik az újításokat, de visznek is, adaptálnak is dolgokat, ugye ha a Kodály módszerre gondolunk például, és elég sok minden másra, amit próbáltak aztán meghonosítani önáluk nagy sikerrel. Hogy van ez a gasztronómiában? Mert tudom, hogy nagyon szeretik a fűszeres kajákat, és szeretik a magyar kajákat, de magyar italokat is szerethetik? Tehát nem tudom, Tibor, mit tapasztaltál? Mondjuk megkóstolták a magyar pálinkát, hogy itt voltak? Jártam én is Ázsiában több alkalommal. Igaz, hogy Kínában nem, illetve ez sem így igaz, mert Hongkongban igen. És azt hallottam, úgy tudom, de a doktor úr ezt biztos jobban tudja, mint én, hogy az ő génjeik az alkoholt valahogy nem tudják feldolgozni, vagy nem annyira, és ott például... Mint Hungarikum, akkor szóba se jöhet, hogy vigyük ki a pálinkánkat. Ezt nem tudom, azt biztos tudom viszont, hogy a japán embernek valóban van egy úgynevezett alkoholhaddehidrogenáz enzim hiánya, ami miatt a szaké olyan, amilyen, szinte ihatatlanul gyenge, rossz, szóval Kínában valami nagyon gyenge sörrel találkoztam, az kétségtelen, nem volt egy nagy élvezet.
és egyszer, mikor próbáltunk valami komolyabbat kérni, akkor kihoztak egy nagy befőttes üveget, amiben kígyók, békák egészben benne voltak, és valami alkohol le volt, és mondtuk, hogy köszönjük, ez túl erősnek. Spirituszba helyezték előket esetlegesen. Még azt tudom mondani, hogy itt a fél delegáció az ebédnél a tízes körasztalnál forró fekete teát kért. Pedig ötféle borból választhattak volna, és ott volt minden, ami szemszájnak ingere. Érdekesen szeretik a csipős ételeket, ha én jó magam is tapasztaltam. Egy alkalommal egy kínai delegáció vendéglőben erős paprikát kértek, és a piros paprikánkat kihozták, nem akarom a nevét mondani, és férfi neve van, és kenyérre kente, és úgy ette, és annyira ízlett neki, hogy még egy szelettel evett abból a rettenetesen erős csipős magyar paprikából. Szóval valami félelmetes, hogy mennyire bírják. No, én csak azért hoztam fel ezt a bizonyos pálinkát, mert ugye pálinka fesztiválok lesznek például a héten, voltak is a múlt héten, meg lesznek is a héten. Azt gondolom, hogy fontosak ezek a hungarikumok, és egyre népszerűbbek a magyar lakosság körében is, meg hát most már hogy nagyjából Európa is elfogadja ezt a történetet. Most nem néztél. Tudom, hogy te nem fogyasztasz gyakorlatilag. Nem, még a legtöbbet akkor, amikor azon a távoli vidéken jártam, mert akkor esténként egy-egy kortyot le kellett küldeni, feltöltenítés gyanánt, de nem. Ugyanakkor én is nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a hungarikumot amennyire csak lehet népszerűsítsük, és azért megtartva egy kulturált italfogyasztás keretei között, igenis ennek van létjogosultsága. Itthon is egyébként, meg ha el tudjuk esetleg adni Kínába, vagy Távol-Keletre, akkor természetesen ott is. Én azt hiszem, hogy ugye szó esett itt, hogy nyitás keletre, külföldre. Ezt azért tartom helyesnek, mert mi sokszor elkövettük azt a történelmi hibát, hogy mindig valamelyik oldalra nagyon erőteljesen letettük a voksunkat. Aztán, ha a világ úgy fordult, hogy az az oldal nem a nyerő oldal volt, akkor az a mi is buktunk. Na most félreértés ne essék, nekünk tényleg Európában van a helyünk, és az Unióhoz kell tartozni, de szerintem legalább ugyanolyan fontos, hogy nyissunk keletre, az éppen Oroszország, Afganisztán, vagy Azerbajdzsán, vagy Kína, vagy Japán, vagy éppen az arab vidék, az egyáltalán nem baj. Ha több lábon áll valaki, az erősebb, biztos, hogy a háromlábú széknél a négylábú szék az masszívabb, tehát azt hiszem, hogy a kiegyensúlyozott kapcsolattartás minden szempontból fontos lehet. És a hungarikumként. Én is ezt osztom, ezt a véleményt, tehát ezek a fesztiválok, ezek nagyon-nagyon jó dolgok. Abban a szempontból tényleg, hogy ezek a hungarikumok most mink a pálinkánál előtérbe kerüljenek. Egy közösségformáló rendezvény. Én nagyon-nagyon szeretném azt tényleg, hogyha Szombathelyen is egyre több és több ilyen lenne. Remek országos szintű rendezvények vannak itt, például gondolok mondjuk a Bajé halászléfőzőversenyre. Óriási esemény. Összeforrott most már a város nevével. Szombathelyen van ugye a karnevál, ami hihetetlenül nagy vonzerővel rendelkezik. Én el tudnék képzelni olyan gasztronómiai eseményeket is itt Szombathelyen, ami a későbbiekben tömegével vonzana akár turistákat is. Azért említettem mondjuk ezt a kis folytásgyanánt használt magyar specialitást, mert hogy ugye futball világbajnokság van, és azért a férfi emberek ugye ilyenkor szórakozó helyeken többnyire a sör mellé valami kis bíztatót, gyorsítót használnak, és hát erre kifejezetten alkalmas mondjuk a magyar hungarikum a pálinka, de nem csak a világbajnokság zajlik, hanem királykupa lesz például a hétvégén Szombathelyen. Tehát a foci az itt nálunk is most örömünnep, és végül gyakorlatilag bemutatkozhatnak azok az igazolások, ha minden igaz, Zolitól kérdezem majd, a Haladás új játékosai, akik jönnek majd ezzel távozottak helyett. Így van, a Haladásnak a mai napon két mérkőzése van, ez biztos, ugye ezeken a mérkőzéseken pályára tudnak lépni lényegében az összes olyan játékos, akit a vezetőedző nevez, gondolom ez is a célja az egésznek, tehát az újak, a régiek, hogy képet kapjon arra, hogy kikre számíthat majd a bajnoki szezonban, de hát emellett természetesen zajlik a világbajnokság, és ami férfi szemmel néző óriási esemény. Hát csak gyors esélylatolgatás, úgy nagyjából tudjuk egymásról, de főorvosról nem tudom, hogy egy például szereti-e a focit. Én nem vagyok egy elvakult foci drukker, de azért egy Európa-bajnokság, egy magyar válogatott mérkőzés, vagy egy világbajnokság, azt azért bizony megnézem, tehát ilyenkor kicsit rosszabb idők járnak a feleségekre, barátnőkre, ez kétségtelen. Hát én nagyon szerettem a spanyol focit, ugye nem beszélhetünk most már róla, a portugál focit szintén.
De nagyon szeretem az dél-amerikai, tehát az argentin, vagy a brazil futballt. A német futball az mindig kiváló. Önök, mint a doxóra, mint precízek, pontosak és teljesen kiszámíthatóak. Szerintem ez az egy bajom van egyébként a német futballal, hogy kiszámítható. Nem olyan fantáziadús, mint mondjuk egy dél-amerikai futball. Én mondjuk Brazíliának drukkolok. Köszönöm szépen. Én nem vagyok válogatva, csak lássam az elszántságot, és ezt várnám a magyar csapattól is egyébként. Azt még meg tudom bocsájtani, hogy nem úgy rúgja, vagy nem oda sikerül, de ha lélektelenül mennek ki a pályára, és eleve feladják mondjuk a meccset, azt nem. Tehát, hogyha nem látom az akarást, akkor nem tudom. Van hova felzárkózni, ezt én igen. Igen. Zoli, röviden. Megkérdeznél, én továbbra is a németeknek szurkolom. Köszönöm szépen. Rendben, akkor nézzük a meccseket. És hát sajnos műsorunk címére kell, hogy utaljak most, megköszönve mindenkinek, hogy elfogadta a meghívást, és hogy ezt a péntek estét megint együtt töltetjük a kedves nézőkkel. Hely, de kár, hogy lejárt az időnk. Hely, Szombathely, jövő héten is. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk. Köszönöm még egyszer is, hogy itt voltak velünk vendégeink, itt voltatok velünk. És hát természetesen biztatom önöket, hogy maradjanak továbbra is a csatornánkon. Érezzék jól magukat itt, töltsék kellemesen az időt, viszontlátásra.